és jól is sikerült a start ez a tavaszi handicap 2000 méteres távon. A Running Wild jól ügdik ki a gépből, Fragile Plané is ott van egyelőre vele, fejfejt, könnyen lehet, hogy majd ő az, aki kicsit gyorsítva át tudja venni a kanyarban a vezetést. Nincs sokkal mögöttük Dijon Deserizi sem, bent a falon Marcellus Vala, Savoyning Water és a sereghajtó egyelőre Amazing Allegra. Tehát bő egy körös versenyről van szó, úgyhogy nagyon-nagyon sok van még hátra, és ahogy lehetett várni, Fragile Plané gyorsított a kanyar közepén, szerez magának nagyjából három hossz előnyt az üldözőkkel szemben, akik azért egyelőre nem kapkodnak, de hát azt sem lehet mondani, hogy Fragile Plané-val Bihar Alexander különösképpen nagyon forszírozná azt, hogy növelje az előnyét, igencsak komótos tempóban kocogott a frontban. Avoiding volt, ez szép lassan fölgaloppozik mögé, és ugyanezt teszi Amazing Allegra, és két jó esélyülő most már a második és a harmadik bent a falon, Running Wild a negyedik pozícióban, aztán érkezik Marcellus Wallace, a sor végi sereghajtó jelenleg Trip John Deserizi, de ő is nagyjából 8 hosszon belül a vezető istálótárshoz képest. Jön most már a futam utolsó 1000 métere, a sorrend tekintetében nincs változás, Fragile Plané az élen, mögött Avoiding Water, a második Amazing Allegra pedig a harmadik fejfejt jönnek, azért most már ott hárman, hiszen a falon Running Wild is feljebb zárkózik, Marcellus Wallace-szal is próbálnak gyorsítani, Trijon Deserizi tovább, és a hatodik, de szép lassan is megkezdi az árkózást, viszont ezzel együttemben Running Wild egy kicsit veszít a pozícióján, lovagolni is kell, Running Wildot kezd fáradni, nagyon-nagyon úgy fest, hogy elsőre még nem tud magas formát futni. Az élen mindig Fragile Plané, de szép lassan Avoiding Water felmegy mellé, és megpróbálja megelőzni az utolsó 400 kezdetén. Nem igazán gyors már Amazing Allegra sem, nem igazán tud jönni Marcellus Wallace, talán még benne lehet tartalék, és Fragile Planéban is van, aki szívósan védekezik egyelőre a háttérből, szépen elindul Fragile Plané istálótársa, Trijon Deserizi, miközben az élen változás, Avoiding Water a tavaly a kincsemdíjban is futott 5 éves, átveszi most már Kolumbán őrsel a vezetést, csak sétál Avoiding Water az utolsó 200 méteren, és nagyon-nagyon könnyedén győzelemmel kezdi az idei szereplését. Avoiding Water nyeri a tavaszi handicapet, mögé jön a két istálótárs, Fragile Plané a második, Trijon Deserizi a harmadik, Marcellus Wallace, Amazing Allegra, és Messi hatodikként Running Wild.